20 egri borászat csaknem 40 bika vérét kóstolhatták a vendégek múlt pénteken a pesti vigadóban. A hungarikummán nyilvánított vörös küvé elnyerte a közönség és a szakma tetszését is. Szeretnénk azt elérni, hogy az egri borvidéknek, az egri bikavérnek még nagyobb presztízse, még nagyobb elismertsége legyen. Így kezdte köszöntőjét az egri hegyközségi tanács elnöke a budapesti vigadóban, ahol pénteken mutatták be hazánk első hungarikummán nyilvánított vörösborát, ami mint kiderült egyre népszerűbb az országban. 5. éve a budapesti újévi koncertemen az egri juhász testvérek vörösborával kocintunk 13 ezeren, és ez most már be is került a Guinness rekordok könyvébe. Az egri nedűt a világsztárok is kedvelik, erről Andy Vajna kormánybiztos beszélt, akinek közreműködésével évről évre felszolgálják a borvidék termékeit a Cannes-i filmfesztiválon. Amikor Cannes-ban ezt a bort kínáljuk, ezek az egri borokat különböző sztároknak vagy forgalmazóknak, mindegy nagyon pozitív visszajelzéssel jön hozzánk, és úgy gondolom, hogy ez a legnagyobb dicséret, amit tudnak mondani, hogy megkóstolták, és ízlik nekik, és szeretik. Koltai Lajos művészeti igazgató elképzelésében a bor fontos bástyája lesz az Európa Kulturális Fővárosa 2023 címért kiírt pályázatnak. A fény is az egyik mániánk majd ebben a dolgozatban, amit közre akarunk adni, hogy a fény hogy szülte meg, melegén keresztül hogy táplálta meg a földet, és szülte meg a szőlőt, és annak a nedvét, a végét, ezt a csodálatos bort, ez mind abból a fajta, melegfajta, humán gondolkodásból jön, ami jellemzi Egert. A borászok munkáját az utóbbi évek eredményei is igazolják, erről már a város első embere beszélt a helyszínen. Volt Eger az esztendő legnépszerűbb borvidéke, és a legkülönbözőbb nemzetközi borversenyeken az egri borászok sok-sok éremmel gazdagítják a magyar teljesítményt. Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő arra kérte a jelenlévőket, hogy segítsék a bikavér népszerűsítését. Legyenek a szövetségeseink, és segítsék az egri bikavér népszerűsítését Magyarországon, illetve határainkon túl, hiszen újra egy egészen kiváló borról beszélhetünk. Az eseményen elhangzott, ha a fővárosi közgyűlés igent mond, az egri bikavér lehet Budapest hivatalos bora, amely tovább növelheti a termék jó hírét.